A La Fontaine meséhez képest másféle üzenetet vagy tanítást fogalmaz meg a Tücsök és a Vakond című mesedarab. A Magyarországi Németek Színházában először rendező Ingmar Lübke a közösségek fontosságára akarta felhívni a figyelmet. Ez a mese egy pozitív életkilátással végződik, mondja a rendező. Ellentétben az eredetivel ennek az a tanítása, hogy ketten vagy többen könnyebb az életben, és hogy a szolidaritással és az összetartozással messzebbre jutunk. Előtérben van a vendégszeretet, hogy segítsünk egymásnak. Az az egésznek a tanítása, hogy együtt jobb, mint egyedül, mondja a rendező. Az eddigi daraboktól eltérően ezúttal a legfontosabb gondolatok magyarul is elhangzanak, segítve ezzel a könnyebb eligazodást a történet menetében. Egyrészt én azt tapasztalom, hogy a gyerekek nem ragaszkodnak annyira, hogy minden szót értsenek ahhoz. Tehát nem ragaszkodnak ehhez. És számukra az, hogy valami másik nyelven folyik, nem annyira... Nem indít el egy gátlást bennük, hogy hát most... Nem minden szót értettem, egyrészt. Másrészt viszont amit már tanultak, mondjuk olyan dolgok, hogy Guten Tag, vagy egy állatnak a neve, ez mindenképpen azt az élményt adja nekik, hogy ők már tudnak németül. És ebben a mese produkcióban is úgy dolgoztunk a nyelvvel, hogy azért több helyen előjön a magyar nyelv is, tehát megsegítjük a gyerekeket. Mielőtt elvesztenék esetleg a figyelmüket mégis, azért ott akkor megint van egy magyar rész, egy pici. És azt gondolom, hogy ezáltal meg, hogyha mindig még magyarul is pici segítséget kapnak, még inkább az élmény a végén, hogy hát ők teljesen értették az előadást, és ők már nagyon jól tudnak németül. A főszerepet ezúttal Sipos Eszter alakítja, aki tavaly a miniszterfélelékben mutatkozott be a teátrumban. A gyerekekhez is mindig máshogy fordul az ember, mint a felnőttekhez. Tehát a munkához ugyanolyan szeretettel és alázattal fordul egy színész, de a mese az másfajta távlatokat nyit meg az ember lelkében azáltal, hogy főleg a gyerekközönséghez szól. A nyelv az alapvetően gondolkodásmód, ezért egy pici nehézséget ad, hogy át kell váltani egyből egy másik gondolkodásra, de ebben az esetben a magyar beszéd az nem olyan sok ebben a darabban. Tehát segítünk nekik, így vezetjük a gyerekeket, ilyen kulcsmondatokat adunk, de alapvetően németül folyik az előadás. Der Winter ist gekommen. Ich glaub, ich gehe zu ihm und bitte ihn Hilfe. Wie war das? Hier vorne links und dann beim dritten gefrorenen Grashalm rechts. Eins, zwei, drei. Én élvezem azt, hogy hegedülhetek, és olyan képesség birtokában lehetek, amiben egyébként magánemberként nem, és... Ezt most elmondtam a gyerekeknek, de meg a találkozások nagyon jók a többi szereplővel, és az út, amit be tudok járni tücsökként, és végül megérkezem egy olyan emberi fogadtatásba, olyan minőségbe, ami a mai világban szerintem nagyon fontos. Mind a gyerekeknek is, mind a felnőtteknek is. Az, amit nem ért a világból, az bennem is kicsit bennem van, hogy az emberek miért fordulnak el így egymástól. Ezt én is értem. Tehát sok minden el tudok azonosulni, amin ő keresztül megy.